Szeptember 17-én ülést tartott a képviselőtestület, ahol a szeptember 10-i elmaradt ülés napirendi pontjai kerültek a képviselők elé. Az értekezleten 18 napirendi pontról tárgyaltak a testület tagjai, ezek közül 4 előterjesztésről zárt ajtó mögött születtek döntések. A képviselőtestület ülése a napirendi pontok elfogadása után zárt üléssel kezdődött, majd félórás tanácskozást követően nyilvános üléssel folytatódott. A nyilvánosság előtt meghozott első döntés az önkormányzat 4/2015 évi költségvetési rendeletének módosítása volt. A testület döntött arról is, hogy szeptember 1-i hatállyal megkívánja hosszabbítani az 5 intézményben 15 fő közfoglalkoztatottal megkötött szerződést. A szerződés meghosszabbítása 2016. február 29-ig az intézményekben már megtörtént, de a szükséges önerőt, 1,6 millió forintot az önkormányzatnak kellett biztosítania. A testület az 5. napirendi pontban elfogadta a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT által elkészített fejlesztési tervet. A társaság képviseletében jelen volt Fekete Alexandra, a Tiszafüredi üzemegység vezetője, aki elmondta, hogy a szennyvíziszap kihelyezésére még 5 évig van hatósági engedélyük. A következő héten a város és a társaság képviselői egy egyeztetésre ülnek össze ebben az ügyben. A 6. előterjesztésben a képviselőtestület határozatot hozott arról, hogy finanszírozza a Tiszaörvényi Hunyadi utcában a belterület határáig megvalósítandó ivóvízhálózat bővítést. A kiépülő nyomóvezetékre több ingatlan tulajdonos is rá tud majd kötni. Döntött a testület arról, hogy előzetes tárgyalások alapján az Erste Bank felé fennálló több mint 57 milliós tartozást 2015. november 15 és 2016. március 31-e között 5 részletben kívánja megfizetni. A 8. előterjesztésben tanulmányi ösztöndíjak odaítéléséről határoztak a képviselők. Demián Adalbert és Agócs Helga számára megszavazták az ösztöndíjat. Egyhangulag támogatták a képviselők a bölcsöde intézmény vezetői munkakörének betöltésére kiírandó pályázat tartalmát, illetve több pályázat benyújtását a Nemzeti Kulturális Alaphoz. A Tiszafüredi Népművészeti Alapítvány nevében a kuratórium elnöke, Árvai Zsigmond néptáncpedagógus nyújtott be kérelmet az önkormányzathoz a Kovács Pál Művelődési Központ nagytermének próbateremként történő használatához. A kérelem előzménye az volt, hogy a Pátria Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója bejelentette az iskola működésének szüneteltetését. A képviselőtestület ingyenes használatot biztosított az alapítványnak. A képviselők határoztak arról, hogy a Tisza Balneum Kajakkenu Sportegyesület által használt önkormányzati ingatlanon az egyesület különféle építési, felújítási munkálatokat végezzen. A testület tagjai módosították a 2015 évi városi programtervet. Az előterjesztésből kiderült, hogy a közeljövőben 2 városi programra kerülhet sor. Szeptember 26-án a Mihály napi gasztrotúra, míg október 10-én a belvárosi sörfesztivállal együtt egy bor és sajtünnep is lesz. Az utolsó napirendi pont a polgármesteri tájékoztató volt az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről, a 2 ülés közötti fontosabb eseményekről, az aktuális pénzügyi helyzetről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Itt esett szó a Tiszavíz Kft. Működéséről, valamint a társaság tulajdonviszonyainak pénzügyi rendezéséről.